A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak egy ismeretlen gyógyszert. A készítményt úgy hirdetik az interneten, hogy az garantálja a szív- és érrendszeri betegségek teljes mértékű gyógyulását. Az egyetem jogi lépéseket tervez. Magyarországon egyébként évente több száz esetben indul eljárás hamis vagy engedély nélküli gyógyszerek forgalmazása miatt. 120 évig szeretnék élni, ezzel a mondattal kezdődik az internetes oldal, amelyen a szív- és érrendszeri betegségek teljes mértékű gyógyulását ígérik egy gyógyszer segítségével. Az oldalon hosszasan magyarázzák a készítmény hatékonyságát és működési elvét, majd megemlítik a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikát. Az írás szerint a gyógyszert a kardiológiai tanszék fejlesztette ki. A Semmelweis Egyetemnek azonban semmi köze a szerhez, ezért jogi lépéseket tesznek az ügyben. A Recardio készítményt próbáltuk megkeresni az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapján, de nem találtuk az engedéllyel rendelkező készítmények között. A honlapon csak egy felhívás említi a nevét, melyet az Országos Hipertónia Társaság írt. Ebben megjegyzik többek között, hogy az elmúlt napokban indult reklámkampány számos ponton valótlanságokat állít, és nem létező intézmények nem létező kutatásaira utalnak. Közben a Recardio készítmény megrendelés funkcióját és a cég főoldalát törölték, már nem érhető el. Több száz ilyen ügyünk van évente. Magyarországon nem egyedi ez az eset, mondja az ORFK alezredese. Szerinte még korábban a piacokon árult engedély nélküli gyógyszerek jelentették a legnagyobb problémát, addig ma már az internetes kereskedelemmel van a legtöbb dolguk. A büntetőjogi szabályozásunk, ami 2013. június 1-én lépett hatályba, szerint vannak hamis, meghamisított, illetve Magyarországon nem engedélyezett készítmények. Ezek a Magyarországon nem engedélyezett készítmények, ez nem azt jelenti, hogy hamis vagy meghamisított a termék, hanem azt jelenti, hogy Magyarországon nincs forgalomba hozatali engedélye, nincs forgalomban. Szakemberek szerint a legfontosabb, hogy mindenki Magyarországon engedélyezett helyről, vagyis gyógyszertárakból szerezze be a szükséges készítményeket. Magyarországon interneten keresztül csak vény nélküli készítményeket lehet forgalmazni. A vény nélküli készítményeket csak és kizárólag gyógyszertárak forgalmazhatják. Ezeknek a honlapján minden egyes esetben fel kell tüntetni egy olyan egységes logót, amely alapján lehet ellenőrizni a gyógyszerészeti hatóság honlapján, hogy teljesen legálisan működő gyógyszertárról van szó. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapján mindenki ellenőrizni tudja, hogy magának a készítménynek és a gyógyszertárusító cégnek megvannak-e a megfelelő engedélyei.